lehet szavazni a részvételi költségvetés ötleteire. Most a budafoki hatosszámú körzet 3 ötletéről fogunk beszélgetni, köszöntöm a stúdióban. És bár ugye nem ön a képviselő, már 24 éve benne van ennek a körzetnek aktívan az életében, úgyhogy most ezekről az ötletekről beszélgessünk, hogy 3 javaslat érkezett. Így van, köszönöm szépen a meghívást. Valóban a nagyon sok projekt javaslatból 3 érinti a budafok hatos számú körzetét. Ezekből az egyik az Arany János utcai lakótelep játszóterére egy nyilvános WC. A projekt ötletgazdája azt írja, hogy sokan távolabbról is érkeznek ide a játszótérre, sok család, és problémát okoz, hogyha mondjuk több órán keresztül szeretnének ott tartózkodni, és hogy ezért szeretnének nyilvános WC-t. Egyébként nem csak ide, tehát volt egy olyan kerületet átfogó projektjavaslat is, ahol minden városrész egy-egy játszóterére szeretnének nyilvános WC-t. Ez az egyik javaslat. Másik, ami nekem nagyon tetszett, az a Magdolna utcai bazaltkockák javítása, cseréje lenne, ugyanis nagyon régóta ott vannak ezek a kövek, és süllyednek, megtörnek, elég balesetveszélyes, főleg a gyalogosoknak, ott nincs is járda azon a szakaszon, és engem is már többször megkerestek ezzel a problémával, hogy balesetveszélyes, főleg a gyalogosokra nézve, de az autóknak sem tesz jót. Hát ez egy nagy projekt lenne, ilyen 70 millió forint körüli összegre áraszták be a szakiroda munkatársai. Nem tudom, hogy ebben erre mennyien fognak szavazni, de én szeretném, hogyha vagy így, vagy úgy, de megvalósulna előbb-utóbb. És a harmadik ötlet az, ami a számomra nagyon fontos, az Árpád utcai közlekedésnek a megregulázása. Ugye itt ezen a szakaszon, tehát az Árpád utca teljes szakaszán problémát okoz, annak ellenére a gyorshajtás, a jobbkész szabály megnemadása, annak ellenére, hogy az Árpád utca egy része 30-as övezetbe tartozik, a másik része nem tartozik oda, de nagyon sűrűn vannak az utcák, amelyek jobbkezesek, és az a tapasztalatunk, hogy nem szokták megadni az elsőbséget, illetve nem 30-al, hanem annál sokkal többel közlekednek. Van egy iskola az Árpád utca végén, illetve 2 óvoda is, a Cövek utca Árpád sarkon, illetve Lent Amaci óvoda a Kereszt utca sarkon, tehát nagyon sok gyermek jár arra, és bármit csinálunk, gyakorlatilag nem veszik figyelembe az autósok, és nagyon nagy a forgalom. Az ötlet az, hogy legyen a teljes szakasz 30 km/h sebesség korlátozás alatt, illetve olyan tárgyak kerüljenek ki az út szélére, amelyek lassítják a forgalmat. Ez lehet ugye egy ilyen virágos kútgyűrű például, nekem ez az ötlet nagyon tetszik. Én már régóta szeretnék ilyet, de eddig most a kerületben egy utcában valósult meg, és úgy tűnik, hogy sikere van, tehát van esély arra, hogy ezt is meg tudjuk valósítani. A hatos körzetben a július 31-én lesz időközi választás. Itt a Fidesz-KDNP jelöltjeként indulok, és a választási programom egyik sarokköve lesz ez az Árpád utcai közlekedési probléma megoldása, vagy legalábbis a csillapítása ennek az ügynek. Én mindenkit buzdítok arra, hogy szavazzanak. Igen, és hát akkor mondjuk el, hogy a www.közösségrekapcsolva.hu oldalon lehet az ötletekre szavazni.